Najman János élete regény. Eredményei mind a mai napi korszerűek, évről évre egyre hátborzongatóban. Ananyó Bacsatária, Najman János az Ember a Jövőből című könyve, a magyar zseni pályáján kalauzolja végig az olvasót, alaposan elmélyedve Najman egyes kutatási területeinek részleteiben. A könyvet az indiai származású szerző mutatta be ma az egyetem kampuszán. Azok számára is érdekes olvasmány lehet, akik egyszerűen egy kivételes elme életútját, karakterét, dilemmáit és gondolkodását szeretnék megismerni. A könyvbemutatón Csizmadia Norbert, a Najman János Egyetemért Alapítvány elnöke elmondta, az egyetem épületei között épülő összekötőhíd is, és a most magyar nyelven megjelent könyv is a múltat a jövővel köti össze. Ismertette, a könyvet eredeti nyelvén 2022-ben mutatták be az Oxfordi Egyetemen, és nagy öröm, hogy ma a szerzőit Kecskeméten, a Najman nevét viselő egyetemen ismerteti alkotását. A könyv magyar nyelvű kiadását az Open Books kiadó vállalta. Halmos Ádám alapító a bemutatón elmondta, a kiadó megpróbál kiállni Najman ügye mellett, szeretnének részesévé válni a Najman kultusz megteremtésének. A könyvbemutató szervesen kapcsolódik a Najman János születésének 120 éves évfordulója alkalmából meghirdetett Najman 2023 programsorozathoz. A Kecskeméti Egyetem névadója előtt tisztelegve 36 nagyszabású programot szervez. Tudományos konferenciák, tanulmányi versenyek mellett kulturális programokkal, kiállításokkal hívják fel a figyelmet Najman János szellemi és tudományos munkájára.